Lehet-e pénzt keresni a hálózatépítéssel? Nyíri Zoli, egy ismert MLM tréner azt mondta, hogy az emberek még a kis pénzt se hiszik el, amit lehet vele keresni, nemhogy a nagyot. A DXM-ben mi nem szoktunk bónuszcsekkeket mutogatni se színpadról, se nem küldözgetjük egymásnak a fénymásolatát. Ez lehet, hogy onnan származik, hogy egyszer Dr. Lin mondta egy előadásán, hogy Ázsiában nem jó az, hogyha rólad tudják azt, vagy közismert rólad az, hogy te gazdag vagy, mert elrabolják a gyerekedet, vagy a... Tehát nem jó. És lehet, hogy ezért a DXM-ben nem szoktunk pénzről beszélni, hogy kinek mennyi a jutaléka. Amikor először beszéltem leendő szponzorommal, akkor én is voltam olyan bátor, és feltettem a kérdést, hogy te mennyi pénzt keresel már ezzel? Ez mindig egy nehéz kérdés, mert ha valaki az elején tart még a hálózatépítésnek, akkor nyilván még nem sokat, akkor azért nem mondja meg. Amikor meg már sokat keres vele, akkor meg azért nem mondja meg. Mi magyar emberek nem szívesen beszélünk róla, hogyha sok pénzt keresünk. Igazából itt Ausztriában is ez egy elég sértő kérdés, hogyha valaki megkérdezné tőled, hogy mennyit keresel, mert itt nem szoktak egymás zsebébe turkálni. De mi úgy gondoltuk Csillával, hogy lehet egy ilyen sávokat elképzelni, vagy kitalálni ehhez a dologhoz. A legalsó sáv ugye az, hogy 25%-kal olcsóbban jutsz hozzá a termékekhez, mert törzsvásárlójáron veszed meg. És már ez is egy nyereség. Ez is egy nyereség. A következő sáv az, amikor már néhány embernek esetleg meséltél róla, ők is fogyasztgatnak, és valami kis bónuszod van, ezáltal még olcsóbbak a termékek, mit tudom én, a felébe kerülnek, mint egyébként. Aztán eljön az a lépcsőfok, amikor már a saját fogyasztásodat teljesen fedezi az a dolog, hogy ajánlottad másoknak is a terméket. Tehát van egy kis csapatod, egy néhány fős vásárlói közösség, és az ebből szerzett bónusz miatt neked már nem kerül egyetlen filléredbe sem az, hogy minden nap egészséges kávét igyál. A következő szint az, amikor már fedezi a fogyasztásodat, és még marad is belőle. Ez ugye egy elég széles sáv lehet, mert a termékekből annyit fogyasztasz, amennyit csak akarsz, nem tudod túladagolni. Nyilván minél többet szedsz belőlük, annál erősebb a hatásuk. És ebből körülbelül itt tartunk most, hogy mi nekünk nem keveset fogyasztunk belőle, és még marad is belőle. De a legfontosabb kérdés, hogy te mennyit akarsz ezzel keresni. Úgy gondoltad, hogy egy kis melléket szeretnél a meglévő bevételeid mellé, egy plusz 50 ezer forintot mondjuk, vagy inkább egy 100-200 ezer forinttal lennél elégedett. Nyilván kíváncsi vagy arra, hogy ezt mennyi idő alatt éred el. Van a DXM-ben egy üzletépítő, aki Ázsiában csatlakozott, és az első előadásra, ott volt egy ilyen DXM-es előadás, annyi ismerősét meghívta, hogy rögtön első nap mindenki csatlakozott, aki ott volt, belépett, megvette a termékeket, és ő első nap elérte az első üzleti szintet, tehát Star Agent lett. Hát ilyen turbosebességgel nyilván nem mindenki tudja elkezdeni az üzletet, de ez nem egy közhely, hogy tényleg rajtad múlik, hogy milyen gyorsan érd el a különböző üzleti szinteket, és hogy nő a kereseted. De az, amit biztosan el lehet mondani, annélkül, hogy konkrét összegeket mondanánk, hogy azok a hálózatépítők, akik több tízezer fős hálózatokkal rendelkeznek már, egészen biztos, hogy 1 millió forint fölött keresnek havonta. Ha nem akarsz a következő videókról lemaradni, akkor lájkold a Facebook oldalunkat, és iratkozz fel a YouTube csatornánkra. Ha van egy kérdésed, amire szeretnél választ kapni, akkor azt tedd fel nyugodtan kommentben. Tarts velünk, és váltsunk kasztot együtt!